Kipi! What the fuck with golyó? Nézd a menőkocsit mögötted. Csöves munkásautó. De gazdag ember vagy egyébként? Én nem vagyok gazdag ember. Jó, a láncod. Én nem, köszönöm szépen. Nem vagyok gazdag ember, csak arra törekedtem az életem során, hogy nekem legyen. Nekem van cégem, nekem vállalkozásom van. Na, voltosan. Hát... Jó. Na. Oké, uram, nagyon szépen köszönjük. Vendégül láttam minket. Legközelebb, hogy összek is farhátok hozzá. Mit? Farhátok hozzá. Jó, farhátok. Haló, tessék! Hol a feleséged? Nem bírom tovább, be kell valljam, baszom a feleségedet. A kurva anyádat holnap felpofozva, te büdös köcsök, te kekszarcus, tekfejű. Te ki a faszom vagy, basz. Te pozdúrja a fejű, 2 éve kúrom a hölgyet. Az öreny anyát. Te hülye vagy? Nem vagyok hülye. Akkor tessék, hangosítsuk a telefon, tessék, ha van benned egy kis emberiség. És akkor szembesítsük le egymást, ki a hibás. Aki nem hibás, az nem bújik el, így van? Te hülye vagy, Tova? Na mondd meg neki, mondd, kérdezd meg, kérdezd meg. Na, szólj, ide kell, ki vagy te? Na. Aj, na, ír bum bum bum. Pak, 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 pak. Síí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 í Mi van öcsém? Lenne a feleségével, összeveszhetné valami, és adja ki az ideget. Nekem nincs feleségem. Ha nincs felesége, akkor aki valakire haragudna, mondjuk ez a rohadt Orbán Viktor, vagy valaki, vágja hozzá. Elég volt már. Még egyszer, fater, könyörögve kérem, és akkor most indulok el. Csak vágja erősen be, ez az autó már az enyém, én már kifizetem magának, higgyen nekem. Mehet, tessék majd szólni, mielőtt üti. Most. Na. Beorpadt a kocsi? Hát az ablakot ütöttem. De az ablakot üti? Hát ne az ablakot üsse, a kasznit tessék ütni, mert ne törje be az ablakot azért. Hát... Azaz, a kasznit, csak az zargassa. Üssed, fater, halljad meg! Semmi. Semmi, jó? Akkor kifizetem az autót, jó bátya? Hadd kérdezzem már meg, hogy beindul amúgy? Hát, amikor a rabbi itt volt, akkor beindította. Most beindul? Fogjon már meg akkor egy kést, akkor kerekeket szurkálja már ki. Haló? Haló? Halló! Dick! Csorro! Csorro! Téglával zargassad már! Beindult! Aha, kis gáz, tessék neki adni, gáz, tövig! Még, fater, nem hallom, hangosabban nyomjad neki padlóig! Szép tört a kocsit. Az a nyomjad még, hagyj égen le a kuplunk, úgy! Nyomja neki, fater! Schaffhauser! Nyomjad még, fátya! Na? Megy az!
Jó hangja van, hallott, bátya? Mit akarok mondani, nem soká megyek érte, jó? Hallod? Halló? Igen? Hallod, még egyszer vágjál már egyet a szívvédőre azzal a kalapáccsal. De kongást, hagyja halljam a kongást. Azt tessék szólni, mielőtt üti. Üsse! Mehet, zargass meg, fater, zargass meg! Hát mennyi ideig csináljam? Hát addig, ameddig van ideje, mert nekem van időm. Hát én hamarosan majd elmegyek misébe. Ja, megy misére? Persze. Akkor bocsánat, akkor figyelj ide! Én vagyok Akéleusz atya, majd én meggyontatom magát. Fater! Igen, itt vagyok. Tessék letenni azt a szart a kezéből, menjen, ebédeljen meg, öltözködjön fel, menjen misére, és utána hívom magát, jó? Hat órakor van a mise. Ja, akkor addig ütheted, nem? Hát, mennyi? Hát én... Velem ne szórakozzon. Nem szórakozok, akkor még vágjál rá kettőt, azt akkor megyek a kocsi. Majd tessék szólni, mikor üti. Most. Még egyet, egy erőset, egy kiadósat. Még egyet halljak meg. Három a magyar igazság. Még egyet. Profi vagy, fater. Profi vagy. Az Isten áldjon, mert nem soká megyek, hat után hívlak, jó bátya? Ha 7 óránál nem vagyok itt. Akkor 7:30-kor hívlak, jó? Jó. Te egy profi vagy, a mai naptól Károly vagy te! Ki a Károly öcsi? Ki a bajnok? Te! Itt csak bajnokok vannak, meg profik. Itt más senki nincs. Ezt csináljátok meg utána, a cigány darabokra tört a kocsit.